Na és valamikor itt egy fa templom volt ennek a helyen, úgyhogy gondolom, hogy az lehetett a katolikus. És akkor röviden tömörre még Ködvára vagy Aranyosvára. Tatárjárás után épült, IV. Béla megrendelésére az 1300-as évek végén egy támadás érte és romba dőlt, én tatárokat tippelek. A Várhegy alatt pedig egy benedekrendi szerzetesek kolostorának maradványa, igen, így mondtam az előbb, egy szinte megközelíthetetlen erdős helyen állnak. Ma is igen magas romjai egy tekintélyes építményről árul.